Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Ha jól látom, akkor ti faszán fogjátok látni a játékot, mert a felbontáson állítanom kellett. Várok még egy kicsit. Valamit a bitsebesség kiírjon nekem. Na, oké, kapcsolat kiváló. Sziasztok amúgy megint. Szép estét mindenkinek. Tényleg remélem jól telt napotok, estétek. Oké, ez itt jó lesz. Úgy látom, hogy a game már nem lesz gond, hogy fasza az egész. Jó, ezt most így be fogom zárni. Oké. Oh, ask me what. Itt vagyok, sziaszt. What? Várjatok már. De ezt miért nem nyitja meg nekem a Twitch-et? Várjatok, ami lett a Twitch-em, már nem akarja megnyitni. Hello, szia! Szevazoli, csöcső! Mindjárt indul a stream, írd meg légy szíves azt, hogy a hang jó-e, és ti a játéknak a képét jól látjátok-e, nem lóg ki sehol, nem rossz sehol, nem tudom. Írd meg, hogy mindent tudja. Mind a hangom, meg mind a kép, amit ti látok az OBS-en keresztül. Amúgy szia, csöcső! Hogy telt a napod? Amúgy... Meg szép estét neked amúgy. Mindjárt kezdjük, csak... mi van? Kösz, mindjárt kezdjük tényleg, csak éppen a telefonom mókol valamit. És én itt tudom nézni csak a csetet. És megpróbálom megint megnyitni a Twitch-et. Várjatok, de akar nekem frissíteni valamit. Ó, katteletes angolból ügyes vagy, gratulálok. Na, király, ez tök jó. A nyelv az egy fontos dolog a mai világban, úgyhogy ügyes vagy. Oké, a Twitch-et nem akarja nekem frissíteni az izém, úgyhogy... Na, jó van, megbírtam itt a Twitch-et, csak... Nem tudom, behűlt a telefonomon a Twitch. Jó, most már szerintem jó lesz. Annyi, hogy én most a chat falra fogok írni valamit, hogy nézzem, hogy a telefonos Twitch-em, ez én leszek. Oké, jó, működik a telefonomon a Twitch, oké. Csak ez ilyen ellenőrzés volt.
Szóval akkor, szia Zoli, szép estét mindenkinek, te gratulál az ötöshöz, ügyes vagy. Mai este, mondom neked, meg mindenkinek, két lesz később, a Prince of Persia-t fogjuk elkezdeni. Erről a játékról azt kell tudni röviden, ezt neked mondom Zoli, hogy ez egy 2003-ban megjelenő játék, és ez a az Assassin's Creed-nek a, hát egy ilyen utóhajtásának a terméke, de egy nagyon jó kis game, én ezt is nagyon szerettem, és az alapszitu, hogy vagy egy herceggel amúgy van az időtőre bennem, mert irányítod az időt, és ekköré összpontosul a sztori. Úgyhogy ez egy két... Szia Tamás, szia, szia! Szia Csöcső! Hogy telt a napod, neked is mesélj, szép estét neked! Köszönöm szépen neked is. Úgyhogy a Prince of Persia-val kezdjük. Nem tudom, ti Zoli meg Tamás ismeritek-e a játékot, írjátok meg, ha nem. Kíváncsi vagyok, vagy ismeritek-e. Remélem, neked is jól telt a napod, és jó volt a suli is. Ilyen laza napod volt neked is, remélem, mint Zolinak, meg egyebek. Igen. Úgyhogy tegy jó szórakozást, aztán dumáljunk, amit szeretnétek, szokásosan írjatok nyugodtan. Én ma amúgy boltba voltam reggel vásárolni, aztán hazajöttem, csináltam a YouTube-ra egy videót, ma fölment a csatornámra egy videó, megcsináltam a videót, vacsiztam, meg ilyenek, nagyjából nekem így telt a nap. Úgyhogy nosztalgiázunk egyet megint, nektek meg Zoli meg Tamás, ha új lesz az élmény, remélem élvezni fogjátok. Na, király, tök jó, legalább ezt a játékot is megismeritek, mert ennek a játéknak kb. Akkora múltja van, mint mondjuk az Assassin's Creed-eknek, és én mai napig várok egy folytatást. A legutolsó része amúgy ez mikor jött ki? 2008-9-10 környékén maximum a legutolsó rész, és ugye a legelső rész, amivel játszunk most, ez 2003-ban jelent meg. Ha amúgy a sztoriról akartok kérdezni, vagy bármit a játék kapcsolatban, nyugodtan, de tényleg... Tudjátok, ahogy szoktuk, és köszönöm, hogy itt vagytok megint. Jó, ezt le... ja, ez nem is kell most. Jó, ezt eltüntessük, ezt lerakjuk ide. Oké. Okay. OBS-be beállítottam a dolgokat. Pacekul. Most viszont hallani fogjátok a játék hangját, ezt még írjátok meg nekem, légy szíves, hogy a játék hangja mennyire hangos, hogy jó-e, vagy állítsak rajta. Köszönöm. Na, akkor együtt elkezdjük az új játékot. Azt hiszem lehetne az nehézségi fokozatot eltenni, de nem. És ha az Aladdint, Oroszlán királyt nem is fogjuk végigvinni, nem biztos, de ezt a három játékot biztos, hogy végig fogjuk tolni. Mert tehát ennek a játéknak, a 2003-asnak, amivel most játszunk, köszi Tamás, amivel most játszunk, ennek márciusban fog kijönni a remastered változata. Ennek a játéknak feltupírozott grafikával, szebb fényekkel, új játékmotorral talán, de az nem biztos. Tehát márciusban kap ez a rész, a legelső 2003-as egy felújítást, és előtte azért végig akarom játszani veletek a legendás három részt, mert a remake-et is ki akarom majd próbálni, vagy a remastered kiadást majd amúgy. Na, VSD. Úristen, nekem imádtam ezt a játékot. Én annyira várok nem egy remastered, hanem egy új részt a Prince of Persia-ból. Az a Ubisoft-en, én annyira szeretnék egy új részt. Remélem egyszer így azt mondja Ubisoft, hogy oké, csináljunk egy új részt. Na, és láttátok ugye, hogy a gyerekkoromnak, a nagyon kis gyerekkoromnak a játékai az Aladdin volt, meg a Oroszlán király mondjuk, és amikor már nagyobb voltam, 2000, várjátok, kiszámjuk, én 1996-ban születtem, ez a játék 2003-ban jelent meg, akkor én voltam 2003-ban 7 éves. Tehát lehettem ilyen 7-8 éves, amikor ezzel a játékkal játszottam, az biztos. Max 9 éves, tehát ez már így a nagyobb gyerekkoromnak a játéka. Úgyhogy, ja. Úgyhogy szerintem mai napig érdemes elővenni. Jó. Na, menjünk. Ezt megnézzük együtt, jó a cinematikot, mert ez amúgy alapvetően elmeséli az alapsztorit, meg tök jó.
Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. Know first that I am the son of Shahram, a mighty king of Persia. On our way to Azad with a small company of men, we passed through India, where the promise of honor and glory tempted us. Azon amúgy, hogy megtámadunk egy ilyen királyságot, ahol a tör van maga az időtörje, és ugye megpróbáljuk megszerezni a herceggel, meg a sereggel. Viszont a holnapi nap, biztos, hogy a PS4-ről lesz stream. Szerintem a holnapi nap, holnapi nap este vagy Naruto stream lesz, vagy az LC-t fogjuk folytatni, majd kitalálom. De holnapi nap PS-ről lesz stream, és vagy Naruto lesz, vagy LC. Ettől függetlenül van az a retro hónap, mert folytatni fogjuk ebben a hónapban ezeket is. Csak holnap kicsit PS4-ről fog streamelni nektek, vagy Naruto lesz, vagy LC Valhalla. Do you think I felt regret as I gazed upon the destruction we had wrought? Or at least humility at the speed with which a world can be transformed from a good world into a hell. Amúgy ti ugye rendes nagy képernyőben látjátok elvileg a játékot. Rendes felbontásban 1980-ban. Én ilyen 1280x720-ban játszom a játékot. Úristen. Jaj, de jó. Annyira jó. Jó, és akkor... Ha. Jó, és akkor itt föl kell lesz menni a roncsoknál, vagy roncsoknál a törmeléknél. Ja, igen, és aha, space. Ja, hoppa, tehát kell ugrani. Itt még nem kell futni a falon. Oké. Ja. Várjátok. Ja, itt kell a, itt van a falon futás, jó. Igen, a kameraszögek azok nem voltak. Oké. Erre van valami. Nem, épp az, hogy arra kell ezt menni. De itt lesz az első harc. Akartam nektek mutatni a
és most jön a királyzene. Ha nagyon hangos a háttérzene, ha nagyon hangos a háttérzene, írjátok meg. Ez kb. A harcoknál lesz, csak azt hiszem, amikor ilyen zúzó zene jön be. Jó. Hogy volt? Jó, ne! Herceg! Aha, várjatok! Ezen mindjárt... Így jobb. Ó. Ó, na, de látjátok, ezek a legkirályabb dolgok ebben a játékban. Köszi. Fel lehet venni a fegyverüket? Vagy még nem? Úgy emlékszem, hogy később föl lehet. Jó. Many men that day sought to win honor and glory on the battlefield, that their king might say to them, as Khosrow said to Rustam, "You are the noblest of my warriors." Tehát miközben, tehát ezek az események már megtörténtek a magyarán, és a herceg mesélje el, és a herceg mesélje el a háttérben, hogy mi történt, ilyen narráció szintjén. Not by killing, but by being the first to find the Maharaja's treasure vault and the wonders within. De onnan jöttünk, aha. És akkor most jön az a rész, hogy oszlopmászás. Ja, nem, mit tudunk inni. Tehát itt az van, hogyha iszol vizet, az a heal. Tesin. Játsztuk egy jó kis floorballt. Floorballnál tutip tesis játék nincs. Úgyhogy annó így, mondjuk ez már középiskola, általánosban nem volt ilyen. Mi általánosban 0-24-ben kidoboztunk, középsuliban meg floorballt imádtam, vagy floorballoztunk, vagy nagyon sokat rengeteget kézilabdáztunk. És meg is tanultam elég jól kézilabdázni a középiskolás évek alatt. Nem tudom, hogy mennyire menne most, de akkor igen. Floorball, kézilabda, nem, bocsánat, röplabda. Tehát floorball meg röplabda volt az, amit imádtunk kosaraztunk néha. Legtöbbször amúgy röplabdáztunk. Általánosban a kidobozik klasszik az. Tekeresni. Ha? Ott, az is egy, az sem rossz, tehát, hogy így... Ó, itt vannak. Jó. Várjátok, van egy ötletem. Ja, és akkor így védekezek, ha? Pam. Ez a játékban egyik legkirályabb dolog, ami ez a ráúr, ez is egy hátulról. Ez egyik legjobb. Jó, ez meg volt. Onnan jöttünk.
És jön a falon futás. Szerintem a Zoli mesélte nekem. Figyelj, hajrá, szurkolok nektek, tök király. Figyelj, mindig úgy gondoljatok az ilyenre, hogy a részvétele fontos, érezzétek jól magatokat, szórakozzatok jól, és ha győztök, vagy elértek valamilyen helyezést, az csak egy tök jó plusz, egy jó dolog. Én szurkolok nektek, küldöm nektek az energiákat, legyetek ügyesek, ügyesek lesztek, ennyi. Tök jó, tényleg szurkolok. És ez a verseny ilyen osztályfüggetlen, tehát mindegyik évfolyamból lehetett nevezni, mindegyik évfolyamból, mindegyik osztályból, vagy csak adott osztályokból lehetett. Na. Jaj. Vigyázni kell azért. Oké. Okay. Jaj! Nehogy leesz, herceg! Ja. Oh, na ezt akartam. Ah, nem tudom, a fa. Oh. Mindjárt nem is ugyanek. Jó. Ha 6-tól 8-ig, aha. Hát figyú, én szurkolok nektek, az csak még királyabb, ha nyertek. Aha, tehát korcsoportok vannak, de ez így jó is. Amúgy ez így igazságos, és meg jól megcsinálták. Tényleg. Talán, amit... Én egyetlen így versenyen indultam általánosban, talán ha jól emlékszem, az a csocsó volt. Nekünk így általánosban a halban volt egy csocsóasztal például, és azt mi rengetegszer használtuk, megjátszottunk vele. Ja, a csocsó volt az. Sőt, nekünk még otthon gyerekként csocsóasztalunk is volt a pince szinten, és otthon is csocsóztunk sokat. Hol kell itt mennem? Itt a falvászás. Aha. Én Sziget-Szent Miklós. Tehát nekem a család... Röviden ez a sztoriam, úgyhogy megértsétek. Én alapvetően borsodi vagyok, azt már Zoli, te tudod. Setraja új helyen születtem Borsodba. És én nagyon gyerek voltam még, amikor felköltöztünk Pestre, egyéb dolgok, és igazából én általánosba Sziget-Szent Miklósra jártam. Sziget-Szent Miklós az egy Pest melletti település, nem tudom, hallottatok-e róla, tehát én Miklósra jártam általánosba, középiskolában meg Pestre jártam, Pest Erzsébetre, az Pestnek az utolsó kerülete, a legszéle, úgyhogy Pest mellé, meg Pestre. Amúgy alapvetően vagy oda, igen. Fejebb. Nem, egyszer kell menni. Oké.
kezdődik. Fú, mondjuk a kamer... Na már. Jajjaj. De beragadtam. Nem tudok kijönni. És megfog, ha... De az osztopot kapja el a herceg. Aha. Mindjárt válaszolok. Jó. Jaj, na már. Jó. Én Ausztriában lakok, ha? Én Ausztriában lakok egy éve. Én előtte édesap... Nekem édesapám... nekem a szüleim elváltak, nekem édesapám a Németországban lakik, és én laktam vele Németországban, hát egy évet majdnem. Egy évet szerintem igen, de majdnem egy évet. Aztán én tavaly márciusban költöztem ki ide, azt hiszem, tök egyedül. Tehát én Ausztriában élek, tök egyedül. Nekem az első saját lakás itt kint, vagy az első saját lakás alapból. Én itt élek Ausztriában egy éve. Tavaly volt egy éve, előtte meg én laktam Németországban majdnem egy évet édesapámmal. Úgyhogy vannak pozitív, vagy... És annyit mondok, hogy nem bántam meg. Persze, hogy hiányzik a család, testvéreim, barátok, de nem bántam meg, ezt így felnőtt fejjel mondom nektek, és... ja. És mellette megtanultam németül például. Ja. Jó. Mondjuk inni kéne vizet. Figyeljetek, itt volt egy hét, konkrétan volt előző hónapban egy hét vagy másfél hét, amikor folyamatosan havazott. Most már kezd megjönni a... iszok még. Most már kezd megjönni az ősz. Nincsen már nagyon hó, melegszik az idő, inkább hűvösebb van, meg eső van, de kezd jönni az ősz, látszik, vagy... ősz van, vagy tél van most? Jön az ősz. Igen. Jó, oké, akkor, aha. Jó, de nem már. Jó. Merre? Csámp. Ja, megvan, oké. Shall I continue my story from here, the next time we're interrupted? I'll start the story from here next time. Oké, és akkor itt jön az a rész a játéknak, hogy... Ó, nem. Akkor itt végig kell futni. Na látjátok, ezért kell egy játékban folyamatosan menteni. Itt végig kell futnom még, ugye, ha? Nagyon jó. És akkor itt lesz az a mozdulat a játékban, hogy mész, és ugrasz. Jön a falon ugrálós rész. Ja, akkor ez... Ja, így működik. Jó. Várjátok.
Nem jó. Ja, akkor ennyi. And there it lay, just out of reach. Na és ott van az időtőre, azzal a tőrrel az időt tudod irányítani. Abban van az idő homokja benne. Tehát, vagyis a kard az eszköz, és a homokkal irányítod az időt, és ott van az idő homokja, ott őrzik azt a várost, amit elfoglaltunk. Jó. Na és akkor itt jön majd egy cinematic, egy átvezető. Ja nem. Oké, itt még ezt ki kell sakkozni. Még pedig úgy. Maybe. Aha, jó. Ki kell gondolnom. Igen, örülök neki. Szerintem, srácok, ez a játék nagyon jól öregedett. Ugye, tehát 2003-ban ilyen szintű grafika volt a maximum. És ugye 2000, pont 2003-2004 körül, max 2005-ben, de aztán 2000, nem. Például 2005-ben jelent meg a God of War 2, pont 2001 vagy 2002-ben jelent meg a God of War 1, csak egy példa, ami beugrít a megjelenések szempontjából, hogy akkoriban ez így nagyon szép volt, és így ez a játék jól öregedett, a mai napig jól néz ki, szerintem. Az irányítással néha vannak gondok, mert a kameraszögek meg kamerabállítások néha nem úgy viselkednek, ahogy szeretnéd, de ezek technikai okok miatt vannak, de összességében még mindig egy nagyon élvezetes bitang jó game. És de azon gondolom, nem erre kell. Másik irány. Oké, ide átfutunk. Mondjuk lehet, hogy ez is hülyeség volt. Nem. Ja, a ti versenyeteknek. Ja, holnap. De akkor várjátok, holnap lesz verseny, akkor lesznek óráitok is, vagy kimondottan csak a verseny lesz holnap megtartva az egész iskolának, vagy órák után lesz ez. Amúgy. Várjátok most itt merre. Itt le kéne esni, mert... jönnek a csapdák. Jújjára emlékszek a izére. Mozgó oszlopokra. Aha, órák után értem. Na igen. Jó, ez nem volt egyszerű akkor sem. Menj! Oh, jó. És itt is le kell menni, ugye? Szerintem. Ja igen, a vizes felületen a hercegünk nem fog tudni felfutni, az a baj. De várjatok, itt jön az a taktik, hogy... És ha itt felfutok, itt semmi. Nem. Akkor én rossz fele jöttem. Az már itt már nem emlékszek, hogy merre kéne.
Megvan. Jó, most esetre. Jó. Aha, jó. Ez érdekes lesz. Futni kell lesz. Aha, jó, megvan. Ne! No, no, that's not what happened. Jó, oké. Tehát kell mennünk. De megijedtem, hogy lássak. Aha. Ja, jó, tele HP-m. Most jön az a része, hogy mivel ugye itt nem tudok fölmenni azokra, ezért valahogy itt kell lesz följutni, de ó, oké. Na, jó étvágyat, Zoli, közben neked. Én már letudtam a vacsorát stream előtt direkt.
Ja, mi jót kajász. Fú, na ez... Room 1, then press. Aha. Francba. Itt azért van egy ritmus, amit így... Oké. Na már. Igen, ez nehéz. No. Ah, ne, aj. Ne már. That's not how it happened. Minden kezdi akkor jó. Na én holnap, szóval én holnap fogok csinálni bablevest, mert voltam vásárolni. Holnap fogok csinálni, meg ilyen, hát ilyen ázsiai körrivajas csirkét tervezek csinálni. Nekem rengeteg ázsiai fűszer van itthon, és ázsiait fogok mellé csinálni rizssel. Csirkét. No. Please, please. Előbb pedig ment. Na, csak összejött. Na, itt van a tör. Akkor most tekerte vissza az időt a herceg. Most nincs. Most erre válaszolok, ez nem izé. Most nincsen. Nekem a tavalyi évem azzal telt, srácok, hogy én ide költöztem, egyedül vagyok, egyedül élek, és ott volt a szüleim segítségnek, anyagilag, költözés szempontjából ilyenek, de a tavalyi évem azzal telt, hogy a munka stabilizálódjon, úgymond, mert tavaly kezdtem, és bizonyítani akartam. A német nyelvvel telt a előző évem, most is tanulom a németet, úgyhogy már egész jól beszélem. A hivatalos papírok intézésével telt a tavalyi évem, a lakás papírjait el kellett intézni, hivatalos iratokat beszerezni, plusz jött ez a Covid, és tavaly tavasszal is itthon voltam 2-3 hónapot, és ugye most is én november eleje óta itthon vagyok, és még februárban is itthon leszek. Tehát nekem a tavalyi évem nem a bulizásról szólt, meg nem a csajozásról, hanem arról, hogy minden hivatalos dolog munkaszinten, lakásszinten legyen elintézve, megcsinálva, és létrehozva. Azért az nagy dolog, srácok, ha az ember kiköltözik külföldre, tök egyedül, mert én egyedül élek, és úgymond mindent neked kell intézni, a hivatalos dolgokat ide téve, lakás, munka, bejelentés, áram, stb. Nyelv. Most lett volna, vagy most van az a év, amikor minden hivatalos dolgot elintéztem, megcsináltam munka, lakás, szinte minden hivatalos papíron megvan, és most nyáron fog tudni igazán pihenni, bulizni, itt pihenni, itt bulizni, otthon pihenni, találkozni, járni ide-oda, csak ennek a Covidnak legyen vége, ennek a szörnyű időszaknak, meg a lockdownnak, a zárlatnak, mert itt is az van jelenleg Ausztriában. És itt is zárva van minden, hotelek, vendéglátás, csak a szokásos, mint otthon, meg más országokban. Jó, megvolt a tör. Na, és ott vannak a sárga a körök, és már tudom majd a tört használni. Csak az a kérdés, merre menjek. Hát arra. Fú.
R. No, R. Na, és akkor most tudom visszatekerni az időt. Bazzik, de elhasználtam mindegyik izémet. Oké. Oké. Na itt aztán valahol befogadtam a padló zuhanni, ha jól emlékszem. Igen, és akkor itt van az, hogy... most ezzel nem találtál. Csak kikázzuk. Oh! Ne, ne! Jó, most haltam meg. Az időcs... No, that didn't happen either. Jó. Akkor előről. Mert tudjátok azon, ha kiköltözöl külföldre, muszáj elintézni a dolgokat, mert különben jön a büntetés, a rendőrség, stb. Tehát ez ugyanaz, hogy otthon is egyszer lesz az embernek saját lakása, kisebb mértékben meg nem annyira, mint itt nyelv, meg stb. De otthon is tudjátok, lesz az embernek egyszer egy saját lakása, azért ott is vannak hivatalos papírok intéznivalók, itt meg nekem tavaly főleg voltak. Oké. Jó. Ja, az amikor... Aha, arra kell ezt tovább menni. Úristen. Jó. Father, I have brought us honor and glory. Your Majesty, you promised me my choice of the Maharaja's treasures. That dagger. Surely you won't deny the lad a souvenir of his first battle. You may have your choice of all the Maharaja's other treasures. Except that hourglass. That will make a fine gift for the Sultan of Azad when we pass through his city. And some exotic animals for his menagerie. Annyi van amúgy, hogy aki páncélban van, az a hercegnek az apja. Ez meg a királynak a testvére, tehát a herceg nagybátyja. Csak szépen elárulja őket. Ő meg az a királynő, aki őrizte eddig a tört meg a homokot. Not a man who has betrayed his master, nor take him into your own service, lest he betray you too. I learned the truth of this, to my sorrow, the day that we arrived in Azad as the Sultan's honored guests. My friend, your visit brings joy and honor to my poor and humble dwelling. If only you'd given me time to prepare a proper welcome. The glories of Azad are famed throughout the world. The best is yet to come. I give you the sands of time. May the friendship between our kingdoms endure as long as time itself. The sand, why does it glow
inside the hourglass is a marvel that no living man has seen. Alas, only the dagger can unlock the sands of time, and it belongs to a greater one than I. A young prince, dearer to his father than all the wealth of India. Perhaps he will oblige. No! Akkor most az van a sztoriban, úgyhogy ugye kinyitották a homokot és elszabadul az idő homokja, és ezáltal így az időben ilyen hát rossz dolgok történnek, meg jönnek ilyen homokdémonok. Tehát így mindenki elnyel az idő meg a homok. És azon, hogy a homokszörnyeket csak úgy tudod megölni, ha jól emlékszem, ha a tört használod. Te sima fegyverrel nem. Jó, figyelj, hétvégén mit szólsz Zoli ahhoz? Pillanat, csak... remek, beléjük ütközök. Ja, használnunk kell a... Ja igen, el is felejtettem, hogy azért... Mindjárt, na, ezek a lassítások milyen jól néznek már ki. Lehet, hogy ma sokáig fent leszünk amúgy. Vagyis én igen ma. Jaj, de jaj! Bazzik, de... Oké. Okay. Jaj, tényleg elvel kéne szurkálni, azt hiszem, hogy nem. Jaj. The dagger. It can turn back time. Do it now. Turn back the sands of time before you die. Jó, tudom, értelek, értelek. When I struck them down, they rose to fight again. I soon realized that only by taking into my own dagger the sands that possess them, could I liberate them from their monstrous living death. Oké. Na, azt akartam mondani, hogy figyelj Zoli, hétvégén beszélünk erről. Erről figyelj, hétvégén, ha ráérsz, majd beszélünk erről Discordon, így fülesen keresztül. Hát alapvetően azért már jár, ha valaki trágárul beszél, szidja a másikat, spammel, vagy bármi ilyesmi, tehát pont ott van a chat szabályzatban, hogy beszélgessünk, de tartsuk tiszteletben a másik véleményét, és ne ócsároljuk a másikat, meg ilyenek, és nem is beszélgetések alakuljanak ki. Aki ehhez nem tartja magát, annak jár a ban, meg a timeout, meg az egyéb dolgok. Ennyelőre így nagyjából ez. De majd erről még pontosítunk, meg beszélünk. Már nem azt mondom, tehát lehet vitatkozni, de van egy normális vitakultúra, ahol normális érvekkel, normális hangnemben, normális szavakkal vitatkozunk egy adott témában, és nem úgy, ahogy nem odaillő. Tehát
Persze, tehát ami nem is, ami rosszul esik, mert ha olyan kérdést ír valaki a későbbiekben, vagy olyat kommentel, amit csak rám tartozik, nem rátok nézőkre, csak rám tartozik, akkor tehát elsőnek szóbeli figyelmeztetés, hogy légy szíves, ilyet ne írjál, vagy nekem ez kellemetlen, vagy ez nem ide tartozik, és ha ezután sem hagyja abba, akkor jár neki a dolog. Esnek egy szóbeli figyelmeztetés tőlem, meg tőled, és nem, hát igen, a nem odaillő kérdések, ami nem feltétlenül a személyemre vonatkozik, hanem bármilyen olyan dolog, ami nem illik a live-ban, nem tudom. Tehát könnyen le lehet szűrni ezeket alapvetően, meg ilyenek. Mondom, ennyire szerencsére még nem volt ilyen, hát ne is legyen későbbiekben, de ja, erre is lehet gondolni. De én úgy vagyok, hogy ha valaki ócsárolja a másikat, vagy spammel, vagy trágáról beszél azonnal, és ha valaki mondjuk olyat kérdez, vagy ha valaki mondjuk olyat kérdez, vagy nem odaillő témában ír dolgokat, ami mondjuk sértő rám, vagy bárkire nézve a cseten, akkor elsőnek szóbeli figyelmeztetés, és ha azután sem hagyja abba, akkor jár neki a ban. Ennyi. Ennyi előre, így nagyjából így gondolkodom, így gondolom ezt is. Ennyi át nem van. Jaj, rengeteg nem vannak. Az baj. Ah, az elfog. Jaj. Hát de újra élett a buzi. De nem. Oké. Na, nem jön már. Done. I'll start the story from here next time. You think me mad. I can see it by the look in your eyes. You think my story is impossible. No. Ez a mentési pont. Csak nem emlékeztem. Perhaps I am mad. Who would not be driven mad by horrors such as I have lived? But I assure you, every word is true. Can I say yeah? Jó, erre. Itt van a hercegnő. Stop!
The guest rooms, where my father, all our entourage, and I should have passed the night, lay cold and silent. The sands of time had swept through, stealing life and warmth from everything they touched. And I, who unleashed the cataclysm, had been spared. Were there others like me, who yet clung to life, hiding in fear among the ruins? Jó, pihenést neked, jó éjszakát. Aztán holnap tényleg szurkolok nektek, hajrá! Szia, jó ét! Köszönöm szépen, örülök, hogy jól érzed magad. Ez a cél, érezzük jól magunkat és beszélgessünk. Ez a legfontosabb nekem. Jövőben is várhatok ilyen játékok, úgyhogy az új címek mellett a jövőben is várhatok ilyen játékok. Úgyhogy, ja, úgyhogy szia megint. Jó ét. Szóval. Ez a háló. Na itt már. Jó, megvan, ott van észé. És akkor így be... nem. De... Na, megvan. Jajaj, ne, os. Stop! I won't hurt you! Had I really seen her? Or had my senses given way under the burden of horrors too great to bear and conjured up a phantom? Either way, I could not rest until I had found her again. Thank you.
gondoltam az asztalra. Úristen. De nem értem, miért nem ér herceg. Ja, hogy ezek izé gyorsan futnak. Az irányítás igen nem egy mostani. Hát ez mi? Azt mondja. Na végre. Ah, nem ezt olyan fontos leszúrni. Ah. Jaj, nem fogok adni. Szúrd le? Ne, herceg. Jó? Au. Oké. Oké. Igen. Ja tényleg, hát, ja, tehát a LEGO játékokban nincs egér. De az van szerintem, hogy hogy LEGO játékokban lehet, hogy nem is állna jól neki, mert nem tudom. Igen, nem lehet, nem tudom, hogy mennyire lenne jó egy LEGO játéknak egy egér használat. Engem sosem zavart. Nekem 360-as kontrollerből van 3 darab. És nekem van a géphez 360-as wireless, bluetooth-os csatlakozási vezeték, vagy csatlakoztató vezetékes. Így bluetooth-ra ezt tudom őket kapcsolni. Miután felraktam a gépre a Windows 10-et, nem csináltam meg, mert nem egyszerű dolog. Majd valamikor megpróbálom. De például én régebben, amikor nagyon sok LEGO játékkal játszottam, én a 360-as kontrollert használtam mindig. Úgyhogy, ja. De billentyűzettel sem vészes szerintem. Ami meg ugye megvan PS4-re a LEGO Harry Potter, meg a LEGO Marvel Super Heroes 2, ami megvan PS4-re, meg ugye a LEGO Harry Potter, ezt meg a PS kontrollerével játszom. Ja. Tehát ja, a LEGO játék az vagy billentyűzet, vagy kontroller. Ugye egér opció nincs. Jó, jó van, köszönöm Zoli, hogy itt voltál megint, és tényleg jó sulit, szurkolok nektek, hajrá, jó pihenést, és tényleg ügyesek lesztek, szia-szia! Jó ét! Jó, onnan jöttem. Jó. Várjál. Oh.
I'll start the story from here next time. Whence came these visions that assaulted me thus, like fever dreams? Each time I awoke feeling drained and beaten, and each time what I had seen came to pass, as if the sands of time were giving me a glimpse into my own future. Jó. Erre én sem emlékeztem. Hello? Is anyone there? I have a feeling I'm not in Azad anymore. Water. Ó, nőtt az életem. What just happened? That's strange. I feel... My father turned to sand. And we will share his fate if you do not give me the dagger to undo what you have done. Your traitorous vizier used the same words. From now on, I trust no one but myself. Run! Nőn a bogarak. Go back to the reception hall. Wait for me there. Go! Oh, no, yeah. Azt hiszem, ez is úgy van, hogy... Ja, ez csak így simán. Oh. Baszik, ezek ennyien vannak. Now I remembered her. Since we left India, she had been there. In the desert, I had... Want to make this good peanut?
Jó. It felt her dark eyes upon me. Now, here she was again. She and I, the only two survivors. Did I say two? Excuse me. We were three. Please, please. Merda. Jó, másik szobában jön. Jaj, ne. És te kell lesz onnan menni. The hourglass. What? Ott viszik a izét, az a homokórát. I did not understand the meaning of what I had just seen, but I knew. With a certainty I could not explain, that those winged creatures had a master. The man who had tricked me into opening the hourglass now had his prize. Jó, For some unknown purpose coveted the dagger as well, would stop it nothing to possess it. Mert viszont ott lent van valami, ami I would kéne. Give him what he sought. I would plunge it into him. Jó. De, jó, megvan, hogy kell. De miért? De biztos, hogy... Oda kell átmenni. 1000%. Próbálj meg megint. Nem. Akkor az a top. Akkor hova? Akkor nem is erre kéne tovább menni. De hülye vagyok, hát persze, hogy jó, most esetleg. A dolog. Gondoltam. Na most lesz a jó. Na, bogár. Power R. Mi az ez? Ó, van slow motion. Ez az.
Elpazaroltam az utolsó visszatekerést. Remekes. Oké, itt jöttem. Azt szerezzem meg. Na, ennyi. Jó, és akkor... Ott van valami? Nem. Hát féltek, ha tippelem kéne. Jó. Jó, nem erre, hanem erre. De... Herceg. De nem ugrik át. Hát pedig biztos, hogy oda kéne átugranom. Oké, nem, így is jó volt. Ennyi. De hülyes. Na és itt merre? Itt tényleg nem tudom, hogy most merre kéne. Onnan jöttünk. Szerintetek itt merre kell tovább menni? Nincs más plat. Végig tud futni? Az már nem fog tudni végig futni a falon, tuti. Na, ezt mondom. Vagy egy öt darab ötletem van még. Oké. Jó. Rájöttem. Oké. No. Onnan jöttem, ugye?
anlamlandı. Megvan, merre kell mennem. Ja, vártuk. Én hol vagyok? It was indeed a dagger of time. I began to realize why the Vizier wanted it so much. Aj. De ne! De... Hát... Hát vazzik. De nem őt szúrja le. Nem őt szúrja le. Valamiért az autó izé... Aim az így... Néha így fura. Jó? Na. Ne.
De megint azt. Jó. Még. Valahol láttam még egyet. Nincs. Ezt nem van. I'll start the story from here next time. Jó, és merre? Azt nézem, innen jöttem. Jó, akkor ez is hülyeség volt. Várjatok. Ez is hülyeség. Érdekelt jönni a szekrényhez, tényleg. El kell tolni. Ó. Tehát kell ez alatt a... Ja, jó, igen, a régi. Ennyi.
formának. Ezt nem kell. Hallják, nem, várjatok, gondoljuk, hogy mennyi időm lesz. Jó, át kell futni a hídon. Nem ugrott át. De várjatok, amúgy nem tudok ennyire csinálni. Aha. Kapd el! Oh, oké. Okay. Oh, thank God! I was afraid you were one of them! Can you help me activate the Azad defense system? Segítek neki. It'll take both of us to do it! I'll reset the axles for you! The man who's normally in charge of this got... Never mind! Ride the platform down to the bottom! Then use those two cranks to bring it back up! You see those four axles? You'll need to pick them up one by one until you've got all four. Then bring them up to the top together. Make sure you pick them up in the right order. Na, jöjjenek a átszínek a legjobb részei. That's it! You've got the first axle! Now, pick up the other three! Remember! Pay attention to the grooves! Jó, ahogy, tehát ezt... That's it! One crank turns the platform! The other one raises and lowers it! Careful! Think ahead! Nem forgatja tovább, mi a franc. Mi várja? Nem forgatja. Jó, akkor itt valami más, ha akar át kell ugrálni a platformokon. Careful! Break your neck and that'll be the end of it! Watch your step, for God's sake! Jó van, ne, attól üvöltözöl... Look at... Attól üvöltözöl, ha már nem lesz jó. Az a... Várjátok, gondolkodjunk. Ugye, kettő, nem, három, négy helyre kell berakni. Jó, azt mutatja, hogy... ja, itt vannak a jelek. De várjatok, van ez a kör, van az egész kör. Az egész kört, azt pont nem oda kell berakni. Jó. De az egész kör kell.
crossing. Itt ez a félcsillag. Pont ezt kéne oda. Várja. Kezdjük az elejét, mert ez így nem jó. Jaj, nem megijedtem. Ugye itt mutatja ezt. Ez itt jól van, ez így oké. Ide kell az egész kör. Azt a kurva, ezt megfejteni. Nem tudnám ki. Viszont ez jó lenne oda, akkor menjünk már fel még egy szintet. Ja, ne. Ez meg ez jó lesz. Careful! Think ahead! Jó, oké, ez így megvan, értem. De ilyenkor az, hogy nem tudom, hogy mi a franc legyen. Várjatok, ezt fel kell fognom, hogy ez hogy működik ez a puzzle. Értem, hogy ez így eddig igen. Felülre kell indulnunk. Careful! Think ahead! Oké, ez meg. És akkor itt kéne még egy olyat, hogy... Ilyenkor az, hogy... Nem tudok le, meg fölfele sem menni. De. Not yet! You need to pick up all four axles! Then bring them up to the top! Nem tudom ilyenkor forgatni, mi?
az meg túl messze lesz. Meg nem is tudnám kinyitni. Faszek az... Hát ezt hol a francba? Tényleg nehéz. De az biztos én. Na várjatok. De a fél kéne. Ja. Hát ez így volt az előbb. És... Hát ez nagyon vizé. Mondja meg ez. Na várj, ezt így is hagyom. Ezt így is hagyom, ezt nem is akarom forgatni. Akkor menjünk egy ilyen lejjebb. Ja, értem. Mert ott lent... Aha. Ja, értem, várjatok nagyjából. Oké. Várjatok. Ott van a cucc. Akkor ezt... El kell forgatnom. Erre. Jó, azt le kell vinnem. Ez ott egy fehér. Nem. Basszus. Nem érdekel. Remek. Jó, és akkor most kell elvinni arra, szerintem. Igen, megvan, jó, rájöttem. Csak történik majd valami. Hát nem történt semmi, rohanjak ketté. Ó, a jó Isten, akkor nem mondjuk milyen kéne, ide a teljesen fekete, azt akkor... Ja, ez egy izé. Ja, értem amúgy, hogy van ez az egész. Várjatok úgy. És akkor ennyi feljebb megyünk. Ez egy... Jó.
careful! If you pick the axle first, you'll have problems later! Jó, oké, értelek. Akkor ott van a labirintus, és az szerint. Na jó, azt mondja, hogy van nekünk ez a... ez a cucli. Akkor ezt úgy kell ezt csinálnunk, hogy... melyiket kell néznünk? A holdat. Ez a hold. Jó, ha... jó. Ez a hold, oké. Most tudom, melyik szinten vagyunk, az a gáz. Várjál. A hold. A holdat... jó, át kell hoznunk a holdat oda. A másik oldalra. Nem így gondoltam. Melyik a holdas? Nem. Jó. Még egyet. Ha. Oké. Jó, mindegy, majd azt utána. Jó, itt van a hold. Hol van a holdas? Itt van a hold. Jó, az ott. El kell vinnünk jobbra. Még egy, nem. Följebb kell vinnünk egyel. Ha jól értelmezem ezt az egészet. Hát ez nagyszerű. Azt hiszem így lesz. Jó. És akkor azt mondta, hogy följebb kell vinnünk egyel. Jó, oké. Ez mindig érthető. És akkor lenne a második. Careful! Think ahead! Oké, értelek, careful, rendben. Csak ilyenkor az a gáz, hogy nem tudok felfele meg lefele mozogni. Sem erre. Fú, gyerekek, ez rejtvény. Tehát, hogy ez így kész. És most... ezt nem értem. De hány fogaskerék van? Van összesen 4 darab fogaskerék alapból. Careful! Think ahead!
Ja, onnan nem tudok átugrani, az a gáz. Mert akkor ez van a kapucsába. Konkrétan. És hátrébb már ezt nem fogom tudni. De én ezt úgy hagyom. De. Jó, ezt iszéljem ki. Ezt így fogom hagyni. Ez a platformer rész megvan. Oké, értem ezt is, de... De akkor meg a izé nem lesz ott, a fehér. Ezt megérteni. Van a fekete. Careful! Think ahead! Van ez az egész. Várjátok, ott van a fekete. Ha csak egy adott szinten lehet. Nem tudom följebb vinni. Amúgy, tehát ezt nem értem, mi van. Ja, mert ez a fehér.
ezt előbb is ugyanúgy csináltam. Jó, oké, ez így érthető. Jó, a fehér megvan. Miért van kettő fehér? Az kéne... Ja, nem, ez fekete. Hát ezt nem tudom. Esküszöm. Fekete esetleg. Várjatok, várjatok, hogy ne jöttem. Ja, de ez már rajta volt. Hát basz, ez te... Think ahead! Think ahead. Mi a pöcsömet kerít? Na jó, gondolkozzunk tényleg. Van előttünk ez az ábra. Azt mondja, hogy van négy ilyen jelünk. Fú, ez esküszöm, ilyen algoritmus matematikában, vagy nem tudom. Vagy nem algoritmus, hanem izé... De nem... Mi volt ennek a neve? Nem demográfia. Akkor ilyen pontokat kellett összekötni. Eskü, ez ugyanaz. És nem szeretem a matekot. Ó, de jó. Jaj, most olvasom, hogy letiltották a YouTube csatornámon a videót, amit csináltam ma, az odálltosat. Ó, de jó. Ó. Remek. Jaj, de jó. Én a videómon szerezdő. Aha. Jó, ez a videó kuka. Remek. Jó van, holnap ezt a YouTube csatornámról van szó, letiltott ma a csatorna egy videót. Holnap fölveszem megint és feltöltöm.
Majd sajnos ez van. Nem tudok mit csinálni. Ugye ott vannak a jelek. Nem akarom csinálni. Van a hold. Ott van a holdnak a jele. Gondolkozok, hogy kéne ezt csinálni. Az van. Tehát ott van a hold, oké. Az ott a hold. És oda. Ezek maga iszék itt, értem. Szerintem holnap innen fogjuk folytatni, jó? A holnapi nap innen folytatjuk. Holnap ezt megoldjuk, ezt a logikai fejtörőt. Vagyis... Bocsánat, fáradt vagyok már kicsit. Szóval a játékot folytatni fogjuk mindenképp. Ugye ez az első rész volt. Mind a három részt végig fogjuk tolni együtt, és végigjátsszuk közösen. A holnapi nap találkozunk, nem tudom még miből fog streamelni, de szerintem holnap a PS4-ről fogok valami streamelni nektek, majd kitalálom. Aki megkövete a YouTube csatornámat is, annak most kaptam az értesítést, hogy az odaállatos videómat szerzői jogok miatt letiltotta a YouTube, úgyhogy holnap felveszem megint az odaállatos videót változtatásokkal, és fel lesz megint töltve a csatornára. Mindenképp el fogom készíteni. Ja, úgyhogy holnap felmegy a odaállat 2.0 a csatornára. Én köszönöm szépen mindazoknak, akik itt voltak, és követtek, és néztek, és együtt játsztok velem. Mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, holnap találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!